Igen, köszönöm szépen a kedves bemutatót az igazgató részéről, illetve a megtisztelő érdeklődést a hallgatóság részéről. Valójában, mint ahogy az igazgató említette, egy átfedés, vagy valamiféle közös mezgyét próbálunk a Biblia, a teremtés és az alkalmazott biokémia, a funkcionális biokémia, vagy a genomika úgymond tárházából meríteni. Én biokémikus vagyok, orvos végzettség szerint, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen teológiában, vallás történetben én kevésbé vagyok járatos. Viszont a Kalifornia Egyetemen a biokémia kurzus, amit oktatok, az egy rendkívül precíz, több tudományterületet átfedő alkalmazott biokémiai, biológiai kutatás, és tulajdonképpen én úgy jutottam az Ószövetség, a Biblia Ószövetség szöveg környezetéhez, hogy valójában felmerültek olyan biokémiai problémák, olyan ismeretek kerültek a látóteremben, amelyek ebben az olvasatban egészen más értelmet nyertek számomra, egyfajta vallástörténeti, egyfajta tudománytörténeti megközelítést sikerült nekem személy szerint, illetve azóta most már a Kalifornia Egyetem tanárgárdájával is úgymond megértetni vagy elfogadtatni, ami azt jelenti, hogy amiről ma beszélni fogok, az a Kalifornia Egyetemen feltételezhetőleg tantárgy lesz. Most nagyon konkrétan a 11-es biológia könyvről lenne szó. Én biokémiát oktatok, a biológia az a gimnáziumi tantárgyak közül talán a legközelebb vihető a biokémia speciális kurzusához. A lényeg az, hogy valójában mind a teremtés, mind a biológia egyfajta lehetőséget ad arra, hogy a tudományt a vallással úgymond közelítsük, vagy a kettőt a másik szempontja szerint úgymond megértsük, vagy jobban megértsük, fogalmazunk így. Három forrás szeretnék most itt megemlíteni a biológia könyvről. Már tettem említést, tulajdonképpen a Bibliában az Ószövetség vagy a Teremtés könyve az, amely azt a fajta információt hordozza, amit a biológia könyvvel fogunk összehasonlítani, illetve jobban fogalmazva a Tóra, azaz a zsidó Biblia és a héber nyelv az, amelyen keresztül tulajdonképpen az a biokémiai információ, amiről beszélni fogunk, tulajdonképpen átkerült a mai napig a köztudatba, vagy legalábbis írott formában létezik. Én megmondom őszintén, a Biblia fordítások közül, vagy a Tóra fordítások közül én ezt a Bernstein-Bielaféle fordítást használom. Miért? Azért, mert tulajdonképpen a szó szerinti fordítás tekintetében talán ezt tűnik a legprecízebbnek. A vizsói Biblia az valójában vagy egy latin, vagy egy görög eredetű fordításból készült a héber mellett, ami azt jelenti, hogy szöveg szerint nem annyira úgymond szöveghű, mint a zsinagógákban használt ószövetségi fordítás, de valójában az Ószövetség az tulajdonképpen a zsidó Bibliának, azon belül a Teremtés könyve az, amiről beszélgetni fogunk. Hát ugye nézzük meg, hogy valójában a biológia tankönyv hogyan, milyen tematika szerint vezeti föl a biológia ismereteket. Az első, amiről hallunk, az tulajdonképpen ezzel kezdődik a 11-es biológia könyv, az a víz biológiai jelentőségéről tárgyal, vagy ismerteti meg a tanulókat. Hát ugye itt valójában a földi élet elképzelhetetlen, nélkülözhetetlen eleméről van szó, csontjainktól kezdve a szöveteinken keresztül sejteink és a sejteink tulajdonképpen tömegének nagy részét, több mint 65%-át föltételül, de bizonyos szövetek esetében 85-90%-át tulajdonképpen víz alkotja. Tudjuk azt, hogy a víz, az, illetve a vízterek, azok más ion és más oldott anyagokat képviselnek, ezt mi ozmózis nyomásnak nevezzük. Tulajdonképpen a vízben oldott szerves vagy szervetlen anyagok mennyisége vízterenként és életterenként más. Ezt majd nyomon követjük egy picit precízebben a biológia szempontjából. A lényeg az, hogy valójában a sejten kívül és a sejten belül lévő vízterek más oldott sókat és szerves anyagokat tartalmaznak. Ezeket sejtmembránok választják el egymástól.
És azt tudjuk azt, hogy tulajdonképpen a víz az életteret ad egy csomó, minden élő lénynek a Földön tulajdonképpen a víz adja az életteret. Vannak olyan élőlények, amelyek ugye vízben élnek, de minden élőlény valamilyen formán a vízzel feltétlenül kapcsolatban van. Érdekes módon a teremtés is tulajdonképpen az első kémiai elem, amit mi azonosítani tudunk az Ószövetségben, az a víz. És azt is tudjuk, hogy tulajdonképpen az Ószövetség leírása szerint Isten szelleme lebeg a víz fölött. Azt tudjuk, hogy tulajdonképpen a Földön a víz az egyetlen elem, amely mind a három fizikai formában létezik, tehát jég, folyékony és gőzhalmaz állapotban létezik a Földön. Ez az egyetlen elem egyébként, ilyen formán. És tulajdonképpen, ha megnézzük a víz kémiai szerkezetét, akkor tudjuk azt, hogy a víz megnevezésével tulajdonképpen két fajta atomot tudunk úgymond azonosítani, az egyik az oxigén, a másik pedig a hidrogén. A víz azt tudjuk, hogy egy oxigén és két hidrogén kötődéséből előálló víztelen, szaktalan, színtelen, ez le van írva a fizika könyvekben. És tudjuk azt, hogy ez az oldószer, ez adja azt a közeget, amelyben tulajdonképpen az élet zajlik, vagy amelyben az élet úgymond formálódott, illetve teremtődött. Na most amiről a tartalomjegyzékben úgymond olvasunk a biológia könyvben, a felépítő folyamatok kapcsán, a legfontosabb felépítő folyamat ugye a fotoszintézis, mint amit ugye önök a biológia órán részletesen tanulnak, és tudjuk azt, hogy a fénynek bizonyos spektrumai, ezek közül a vörös és a kék és az ibolya fény spektrumban megtalálható fényhullámok azok, amelyek bizonyos biológiai funkciókat végeznek el, és tulajdonképpen mit ad Isten? Tulajdonképpen a Bibliában is ugyanezen tematika szerint a következő megteremtett tulajdonképpen fizikai entitás vagy elem, az tulajdonképpen maga a világosság vagy a fény. Most ugye mi a fény? Az nem más, mint az oxigénnek két hidrogén atomját leválasztva, tulajdonképpen megfelelő nyomás és hőmérséklet viszonyok mentén fény keletkezik, mégpedig úgy, hogy két hidrogén atomot összepréselünk, ez a napban zajlik le, ez a úgynevezett magfúzió vagy hidrogén fúzió, két hidrogén atomot összepréselünk, és azokból egy deutérium atom lesz, és ez a deutérium egy újabb hidrogénnal összepréselve egy hélium iont képez, és ez a hélium ion miközben képződik, egy foton szabadul föl, ami rezgés állapot, egy energia közvetítő rezgés állapot, ennek nem ismerjük a pontos természetét érthetően, de valójában egy ugye az egész étert, vagy az egész világmindenséget úgymond átszelő vagy behálózó rezgés rezonancia rendszer, a fény, amelyből bizonyos hullámhosszakat látunk, bizonyos hullámhosszakat nem a szemünkkel, de a lényeg az, hogy két hélium ion összepréselésétől újra hidrogének keletkeznek, és ez a körfolyamat zajlik a napon belül, a naprendszerünk napjain belül, amely fényt bocsát ki a naprendszerben keringő bolygókra, és ezeken a bolygókon zajlik, vagy a Földön úgymond zajlik a teremtett élet, és tulajdonképpen a hélium, egy hélium atom úgymond forrásával, a hidrogének felszabadulásával ez a körfolyamat újra indul, és tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor a fotoszintézisnek a lényege, a hajtó ereje, az tulajdonképpen ez a fényenergia, amiről a biológia könyvben is tanulnak, ez a Biblia első két teremtett tulajdonképpen eleme, amelynek a fontos, precíz mechanizmusait önök tanulják biológia órán belül, vagy a biológia kurzuson belül. Na most a fény bontja magát a vizet, és tudjuk azt, hogy a víz bontásából származik az az oxigén, amit belégzünk, és a víz bontása során származik az a hidrogén, amely tulajdonképpen majd a szerves anyagoknak a felépítéséhez szükséges, ezek szénatomhoz kapcsolódnak, ezekből lesznek a szénhidrátok, és ezek a szénhidrátok építik föl az élő rendszert, vagy az élő szervezetet, az élő rendszereket. Tehát az első nap tulajdonképpen, amit a biológia könyvben is megismerünk, a víz, annak két halmazállapota, illetve a világosság, tehát a fény, a fotonok és a deutérium képződéséről van szó. A következő
nagyon fontos biológiai úgymond ismeret, amit a biológiai rendszerek megértéséhez nekünk mindenképpen oktatni kell, ez a sejt membránjai. A sejt membránjai tulajdonképpen mit végeznek el? A sejt membránjai azt a funkciót látják el, hogy víztereket elválasztanak egymástól, és ezáltal akadályt szabnak a fizikai elvek érvényesülésének, nevezetesen az entrópia és entalpia elvének az érvényesülésének, minden kiegyenlítődjön. Tehát a membránok azok, amelyek élő szerzetekben víztereket el tudnak választani, és ezért külön ilyen erősségű és külön ion sajátságú víztereket tudnak elválasztani egymástól, ami alapja az ingerületvezetésnek, a sejtmembrán potenciálnak és csomó olyan biológiai ténynek, vagy biológiai funkciónak, amelyet mi ugye a biológia órán oktatunk. A sejtek működéséhez maguk a sejtmembránok elengedhetetlenek, ezek a környezettől való elhatárolódás és a környezetre való kapcsolat kialakításának az elvei, vagy eszközei, és a biológiai membránok képesek megfelelni, és csupán a biológiai membránok képesek megfelelni annak a feladatnak, hogy bizonyos víztereket elválasztunk egymástól. Na most ez azért fontos, mert tulajdonképpen egy sejten kívül elhelyezkedő tér, víztér, és a sejten belül elhelyezkedő víztér membránok nélkül kiegyenlítődne, azaz a legalapvetőbb fizikai elvek az entrópia és az entalpia mentén nem lehetne életfunkciókat tulajdonképpen megnevezni. Tulajdonképpen a Bibliában a következő megemlített teremtési elv, az tulajdonképpen a vizek elválasztása. Tehát meglepő módon a Biblia, az Ószövetség ugyanazt a biokémiai funkciót, vagy biológiai funkciót nevezi meg, jó ősrégi héber nyelvről beszélünk, de tulajdonképpen elvében a vizeket elválasztó membránról, vagy boltozatról beszél maga a Biblia, és ez képes arra, hogy vízteret víztől elválasztat. Tehát tulajdonképpen egy biokémikus vagy egy orvos olvasatában az Ószövetség vagy a Teremtés könyve az a biológiai membránok funkcióját említi meg a teremtés során a következő logikus elvként. Na most ez a boltozat, ez fizikailag el is választja a vizeket, vannak olyan vizek, amelyek a boltozat alatt vannak, és vannak olyan vizek, amelyek a boltozat fölött vannak. Tehát a boltozat, ha ezt membránnak nevezzük, akkor elválaszt víztereket, és innentől kezdve megnyílik a lehetősége annak, hogy mi különféle ionerősségű, különféle víztereket alkalmazunk, vagy használjunk ahhoz, hogy a bizonyos sejtfunkciókat elvégezzünk. Miért fontos ez? Mert ez az az elv, ami tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy a vizet egyrészt szétbontsuk, hidrogénre, oxigénre, és ez a víztér, ez valamiféle dinamikus kicserélődésben legyen a környezettel, és ezeknek a víztereknek, mivel ezeknek az oldott fehérje, szerves anyag és szénhidrát komponense más és más, ezek fogják vezetni, vagy irányítani, vagy kiváltani azokat a biokémiai funkciókat, vagy biológiai funkciókat, amelyeket mi nagyon jól ismerünk, hogy szükségesek ahhoz, hogy mozogni tudjunk, hogy halljunk, hogy lássunk, és effektíve gondolkodjunk. Tehát ezek a funkciók azok, a víz elválasztása és a membrán funkciók azok, amelyek minden biológiai rendszernek az alapját képezik. Az entalpia és az entrópia az tulajdonképpen két olyan elv, ami pont ezzel szemben mutat. Tehát tulajdonképpen, ha a víztereket nem választjuk el egymástól, a vizeken belül minden kiegyenlítődne. Erre utal az entalpia kifejezés, ami egy fizikai alapelv, következőt úgymond állítja, és tudjuk, hogy ez így is van a földi körülmények között. Minden rendszer energiatartalma hővel emelhető, azaz munkát kell befektetni ahhoz, hogy egy komplexebb állapotot hozzunk létre. Ez valamiféle hő átadással vagy munkavégzéssel nevezhető, és amit az entrópia úgymond elve kimond, az, hogy tulajdonképpen a rendszerek a rendezetlenség felé vezetnének, és a természetben lezajló rendezetlenség felé mutató folyamatok, ezek visszafordíthatatlanak. Tehát ez azt jelenti, hogy a biológiai, biokémiai membránoknak nagyon fontos funkciója van abban, hogy ezek a fizikai elvek ne érvényesüljenek egy biológiai rendszeren belül. És az, hogy a Teremtés könyvében ez az elv megjelenik, a vizektől való elválasztása, egy bizonyos rendszer vagy boltozat vagy teremtett
ugye elv mentén, ez egy nagyon fontos összefüggés abból a szempontból, hogy mi biológiai rendszereket megmagyarázzunk, mégpedig úgy, hogy azoknak az entrópiával és az entalpiával való szembemenését meg tudjuk magyarázni biokémiai vagy biológiai szempontból. A második nap, mint ahogy említettem, ugye a vízekről és a vizek elválasztásáról van szó, a membránokról, vagy a membránok funkciójáról, vagy a membránok szerepéről, és tulajdonképpen a biológiai kurzus során megismerünk olyan felépítő folyamatokat, amelyeknek ugye bizonyos kémiai szerkezet, vagy bizonyos kémiai struktúra a lényege, ilyen például a nukleus sav, vagy az öröklés, vagy a genetika, vagy a genomika, ahogy ugye önök neveznék. Valójában a szénhidrátok, a fehérjék, a zsírok és a nukleáris sav típusú, tehát ténes RNS típusú vegyületek, ezek mind annak az eredményei, hogy víztereket el tudunk egymástól választani, és ezek a molekulák, ezek egymással úgymond bizonyos funkciókat ki tudnak cserélni, úgyhogy nem valamiféle random, kaotikus állapotban léteznek, hanem ezek megfelelő víztereknek megfelelő funkciókat látnak el. És tulajdonképpen az örökítő anyag, mint elv, az nagyon fontos a biológiai rendszerek megértése szempontjából. Miért? Mert tulajdonképpen a fotoszintézis során, ahhoz, hogy fotoszintetizáló zöld élőlényeket és különféle molekula összetételű fotorendszert tudjunk úgymond rendszeresíteni, ahhoz egy kloroplasztot kell építeni, tehát egy membránnal körülvett sejtszervecskét kell építeni, amelynek az a lényege, hogy a vizet bontsa egyrészt, másrészt pedig a látható fényből kiszűrjön olyan színeket, vagy olyan spektrum elemeket, amelyekkel a biológiai rendszerek, vagy a hidrogén-oxigén kötések rezonáltathatóak, és tulajdonképpen ez a lényege annak, hogy a vízbontás a kloroplaszton belül, tehát a zöld növényeken belül, tulajdonképpen egyrészt a vörös tartományban folyik, másrészt az ibolya tartományban folyik. A vörös tartomány az, amelyik bontja a vizet, és a kék vagy az ibolya tartomány az, ami a redukáló szintézist, a széndioxid, a hidrogén kötést állítja elő. És érdekességképpen a zöld szén marad az, amit mi látunk. Tehát az élet alapja, a biológiai lét alapja, tulajdonképpen a társadalmak úgymond biológiai lánca, kapcsolata, az tulajdonképpen ehhez a fotorendszerhez, vagy ehhez a szintetikus, vagy fotoszintézis rendszerhez kapcsolható hozzá, ugyanis minden szerves molekula, amely a fény energiájának felhasználásával szintetizálódik, az ezt a két színtartományt használja. Érdekes módon, ha megnézzük a Bibliát, az Ószövetséget, amit említ, az tulajdonképpen az első teremtett biológiai, úgymond faj, amit látunk, az tulajdonképpen egy növény, és nem más, mint a zöld fű. És a zöld szín ki is írja a Biblia, az Ószövetség, a Szentírás, tehát valójában ez a fotoszintézishez alapvetően szükséges faj, amely a funkcionális genetika szempontjából nagyon fontos, hogy saját magához hasonló magot, tehát olyan magot terem, amely saját magához hasonló újabb növényt, füvet hoz létre, illetve gyümölcsfát említ az Ószövetség, amelynek szintén van egy örökítő anyaga, egy, ha úgy tetszik, DNS állománya, ami a saját, úgymond hasonlásához hasonló utódokat hoz létre. Tehát tulajdonképpen az Ószövetségnek, a Bibliának a tema, a logikájában nagyon fontos a maga a fotoszintézis, tehát a biológiai szerves állomány úgymond megemlítése, másrészt nagyon fontos a genomika, a genetika, tehát van egy örökítő anyag, van egy örökítő elv, amely saját magához hasonló egyedeket hoz létre, és ez a magban van, ez a magban létezik. Tehát tulajdonképpen az Ószövetség leírja a molekulás biológia vagy a genomika alapelvét abban a szempontból, hogy megnevezi, hogy hol van az örökítő anyag, és megnevezi azt is, hogy az mit örökít tulajdonképpen. Tehát a harmadik nap már találkozunk a fotoszintézis elvével, a zöld fű formájában, tulajdonképpen a szerves anyag képzésével,
fotoszintézis során a táplálék, a gyümölcs és a fát megnevezésével, illetve szó van magáról a DNS-ről és magáról a DNS-t örökítő anyagot hordozó mag funkciójáról. Na most azért térnék vissza a fotoszintézishez egy kicsit, mert valójában kiterjesztve a fotoszintézis elvét, egyrészt a vízbontás, másrészt a szén-dioxid kötés elvét, nagyon fontos tudni azt, hogy tulajdonképpen ezek a körfolyamatok, vagy ezek a rendszerek, ezek a logikailag Bibliában és a biológiában megemlítés, úgymond említett és oktatott, tanított elvek, ezek alkotják a biológiai létezés kulcsfontosságú reakcióit. Miért? Tulajdonképpen a vízbontásból és a szén-dioxid kötésből eredő oxigén és a szén-dioxid az, amely szerves molekulákat képez. Ezek a szerves molekulák alkotják a mi szervezetünket is, az energiát úgy képezünk, hogy az oxigént felhasználva a szerves molekulákat elégetjük. Mert itt egy olyan alapvető logikai, biológiai összefüggés rendszerről van szó, amelyet a teremtés maga megnevez, igaz, hogy színenként, igaz, hogy egyszerű növényenként, de ugye egy több ezer éves, nem feltétlenül vallásos még, hanem vallási kontextus közé úgymond beépített információ, úgymond tárháza az, ami az oszvetségbe le van írva, de ezeket az elveket, amelyeket mi ma úgy ismerünk, mint biológiai elvek az élet fönntartásához és az élet körfolyamatának folyamatos ismétléséhez, ezek az elvek le vannak írva a Bibliában. Nagyon érdekes, mert 2015-ben ugye majdnem magyar kutató kapta meg a fizikai Nobel-díjat, tudjuk, hogy nem a Krausz Ferenc kutatótársunk kapta, akivel én tulajdonképpen egy évben születtem, tehát mi egykorúak vagyunk. Ő tulajdonképpen egy vörös lézer felfedezéséért és használatáért, vagy alkalmazásáért kapta volna meg a 2015-es fizikai Nobel-díjat. Meg fogja kapni véleményem szerint. Ők egy olyan lézert építettek, amely vörös színnel alkalmas, képes arra, hogy nagyon kis mennyiségű biológiai molekulákat kimutassanak. Tehát leheletből ki tudnak mutatni zsírsavakat a vörös ugye, spektrum mentén, és valójában ez a lézer, az, hogy ezt laboratóriumi körülmények között használni tudják, egy olyan alapvető és olyan jelentős fizikai felfedezés volt, hogy ugye 2015-ben Nobel-díjra terjesztették őt, és illetve a kutatócsoportját Németországból, ő veszi át Pálinkás Józseftől, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnökétől a Gábor Dénes díjat, és tulajdonképpen arról van szó, hogy ők ezt a fotoszintézis során használt vörös fényt lézerként tehát el tudták kapni effektíve, és föl tudják használni arra, hogy biológiai hidrogén-oxigén rezgés mentén biológiai molekulákat mutassanak ki ezzel a fény csóvával, vagy ezzel a fény tartományjal, és tulajdonképpen az a zöld szín, ami megmarad, az tulajdonképpen az, amit a Biblia megemlít, effektíve az, amit mi látunk a zöld növények formájában, és valójában ez az az energiatartomány, amelyik a vizet bontja, tehát effektíve egy két fénytartományt használunk, és ennek a vörös színnek a lézerformájában való befogása volt az, amely a Nobel-díjat eredményezte majdnem. Érdekes módon, mint ahogy itt tetszenek látni, valójában a zöld szín, amit a Biblia említ, az identifikálja, vagy az azonosítja számunkra azokat a növényeket, amelyek képesek fotoszintézisre és szerves anyagoknak az előállítására. Tehát, mint ahogy most ahhoz, hogy szerves anyagokat képezünk, ahhoz szénre és oxigénre is szükség van, illetve szénre, nitrogénre és egyéb anyagokra, amelyek a fehérék úgymond felépítéséhez szükségesek, ezek a napokban és a csillagokban keletkeznek. A Biblia erről is beszél. Tehát tulajdonképpen a negyedik nap megteremti azokat az égi testeket, amelyekben azok az atomok keletkeznek a lehűlés során, amelyek úgymond egészé teszik a szerves, úgymond élethez való lehetőséget, tehát olyan atomok keletkeznek, amelyek felhasználhatók a szénhidrogén és oxigén mellett biológiai rendszerek felépítéséhez. Tehát tulajdonképpen, amikor egy fotoszintézisen alakuló szén-oxigén, nitrogén, foszfát, klorid
alapú biokémiai rendszert vagy biológiai rendszert feltételezünk, ezek mind szükségesek, ezekhez mind szükségesek azok az égitestek, azok az elvek, azok a fizikai elvek, amelyeket az Ószövetség említ. Ugye a kérdés az, hogy valójában milyen működéseket eredményeznek ezek a biológiai rendszerek, és ezen biológiai rendszereken belül mikor kerülnek megnevezésre a Bibliában, azaz az Ószövetségben ezek a funkciók. A tudomány mai állása szerint, és most hadd idézzem a biológia könyvet, itt mindig tetszenek találni egy referenciát, ami tulajdonképpen a biológia könyvnek arra a fejezetére utal. A tudomány mai állása szerint az állatok tulajdonképpen ezek pelágikus, azaz vízben szabadon úszó életmódot folytató galléros ossoros egysejtű állatok voltak. Valószínűleg ezek az egysejtűek, ezeket cornuflagelláknak hívják. Ezek voltak azok az élőlények, amelyek nem a fényből szerezték szervezetük felépítéséhez szükséges úgymond energiát, hanem szerves anyagokat égettek. Azaz nem autotrófok voltak, hanem heterotrófok, tehát szerves anyagot kellett égetniük ahhoz, hogy állatként funkcionáljanak, tehát mozogni tudjanak. Érdekes módon az Ószövetség ugyanoda helyezi az élőlények közül az állatoknak tulajdonképpen az élőlények megjelenését. A vízben keletkeztek, és tulajdonképpen ezek egysejtek, nyüzsögtek effektíve, tehát magát a mozgást is egyfajta nyüzsgésnek írja le, ami azt jelenti, hogy ezek nagyszámú, feltehetőleg ebből eredően kisméretű olyan élőlények voltak, amelyek ugye heterotróf életformát folytattak. Tehát a Biblia megnevezi azt, amit a biológusok vagy a kutatók úgymond feltételeznek, hogy vízben keletkezett, tulajdonképpen heterotróf állatok voltak, állatok azok, amelyekből úgymond a biológiai lét megmagyarázható. Tehát, mint ahogy mondtam, a heterotrófok azok, amelyek nem a fény energiáját használják, hanem ugye szerves anyagot égetnek az életfunkciókhoz, de ez biológiából tetszenek tanulni. A fotoheterotrófok azok, amelyek a hőháztatásokhoz a napfény energiáját használják, ezek a hűlők, teszem azt, szervezetük felépítéséhez még mindig szénforrásra van szükségük. A kemoheterotrófok pedig azok az állatok, amelyek mind az energiát egyrészt szerves anyag ingetéséből fedezik, tehát napfénytől, naperőségtől függetlenek, vagy pedig ugye szervetlen molekulák fogyatásából nyeri, organikus forrásból szerzi a szenet. A lényeg az, hogy ezek tulajdonképpen kémiai energiát használnak föl, és a testüket is szén vagy szerves anyagokból úgymond pótolják. Na most a lényeg az, hogy amikor ezeket a rendszereket úgymond átvegyük, vagy megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy mind a kettőnek az elve az, hogy tulajdonképpen nagyon fontos biokémiai, biológiai fotoszintézisen alapuló, azokon a fénytartományokon alapuló elvekre vezethető vissza, amelyeket a Biblia megnevez, akár színek, akár mikroszkópikusan látható, úgymond élettevékenységek, nyüzsgés és mozgás szempontjából. És mindazt az élőlényt, amely mozog. Most ugye a mozgás az azért feltűnő a Bibliában ilyen formában, mert ha a biológia órán tetszenek fel, és megkérdezi a tanár, hogy mi a különbség az állat és a növény között, akkor ahhoz, hogy jeles kapjanak, vagy akár kettest, ahhoz tulajdonképpen meg kell nevezni az élőlényeknek, a állatoknak ezt a bizonyos mozgásra való képességét, amely a nyüzsgésből, azaz meglehetősen alacsony rendű, primitív szervezetekből alakultak ki, mégpedig a vizekben. Tehát pontosan úgy, ahogy a biológia könyvben le van írva, és ezek mind a maguk nemük szerint történt. Tehát hordoztak olyan genomikai állományt, tehát olyan genetikai állományt, amivel ezeket a tulajdonságokat ők átörökítették. Tulajdonképpen, és akár szárnyas állatokról, vagy madarakról beszélünk, akár állatokról beszélünk, ezek az elvek mindegyikre igazak. Hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy állat legyen, mozognia kell, ahhoz, hogy faj legyen, ahhoz a saját maga neme szerint örökítenie kell, és tulajdonképpen ezeket a biokémiai elveket, funkciókat ismerjük az izomműködés kapcsán, teszem azt. Tehát ahhoz, hogy mi mozogni tudjunk, ahhoz szükség van
erre a bizonyos ATP szintézisre. Az ATP, amit biológiából tudnak, ez a, tulajdonképpen a szerves anyag égetés során áll elő, és az ATP szintézis teszi lehetővé az, hogy fehérjékben bizonyos konformáció változások álljanak elő, azaz izmok mozogni tudjanak, aktív a helyváltoztatást tudjunk végezni, és ezek azok az elvek, amelyek mind a halakban, mind pedig a madarakban érvényesülnek, mind azokban az állatokban, amelyek ugye a vízben és a levegőben élnek. Ezeknek megint lényeges eleme maga a DNS, az öröklés, és maga az ATP szintézis, azaz a mozgás. Nagyon fontos jellemzője az állatok teremtésére. Na most valójában, amikor további teremtéssel kapcsolatos fajokat nevez meg a Biblia vagy az Ószövetség, akkor szó szerint megnevezi a barmot vagy a marhát abban az esetben, illetve a vadakat. Miért fontosak ezek? A barom, a tehén lesz az alapja annak a gazdasági és társadalmi fejlődési szintek és lehetőségnek, amelyről beszélni fogunk majd tulajdonképpen, ami tulajdonképpen az ipari forradalmat lehetővé tette a Földön, ami összhangban van az Istennek azon kívánságával, hogy hódítsák meg, vagy hódítsa meg a teremtett ember a Földet. Ez a faj, a barom, vagy a tehén lesz az, amelyik erre lehetőséget ad, hogy hogyan, azt majd mindjárt meg fogjuk beszélni. De a lényeg az, hogy tulajdonképpen a 6.-5. napon a vizek halak ülők, a 6. napon a földi állatok teremtéséről van szó, amelyek közül külön megnevezi a teremtő a barmot, illetve a vadállatokat. Miért fontos ez? Tulajdonképpen az ős közösség, vagy az ősi társadalmaknál, ahogy vagy amennyire mi ismerjük, ugye a halászat, a vadászat, a gyűjtögetés volt fontos, tudjuk, hogy erre nem lehet építeni úgymond szervezet, vagy jelentős ipari, úgymond ipari forradalmon, úgymond keresztül vitt társadalmi felépítményeket és rendszereket, ahhoz kell egy agrárika, kell egy mezőgazdaság, aminek a barom egy nagyon fontos eleme, és kell egy olyan társadalmi réteg, aki írástudó, tehát más egyéb foglalatossággal foglalkozik, mint a vadászat és halászat. Tehát effektíve ezeket az összefüggéseket a teremtett lények formájában a Biblia tárgyalja, mégpedig úgy, hogy ezzel az emberi magat, az ember úgymond megteremtéséhez érkezünk, és az emberi magatartást kialakító tényezőkről fognak úgymond a biológiai kurzus során önök tanulni, és a Bibliában is előkerül az emberi magatartás meghatározó tényezők egy picit más formában, mint ahogy azt mindjárt megtárgyaljuk. A lényeg az, hogy az emberi magatartás kialakító tényezőknél biológiából majd tetszenek látni azt, hogy az öröklött viselkedési módok mellett az emberben az állatokhoz képest sokkal jelentősebb mértékben megjelenik az egyedüli élet során megszerzett magatartásformák, a tanult elemek eredményezik azt, ahogy egy ember úgymond viselkedik, vagy ahogy egy ember mondjuk egy társadalmi funkciót betölt. A lényeg az, hogy valójában a Biblia ezt nagyon úgymond egyszerűen lerendezi, mégpedig úgy, hogy az Isten az embert az ő saját képmására teremt. Nem a genetikai elvek a fontosak, hanem egyfajta morális tükör jelenik meg. A Biblia, a Szentírás, az Ószövetség és az Újszövetség keretein keresztül tulajdonképpen másról sem szól, mint arról, hogy hogyan nézzen ki ez a morális értékrend. Tehát mi az, ami az ember viselkedési módjait, amit biológiából nagyon részletesen tetszenek tanulni, nyilván nem fed le olyan sok és lényeges fontos dolgokat, mint amit mondjuk etikai vagy morális szempontból vallási tanítások lefednek vagy lefedhetnek, meg van büntető törvénykönyv, meg egyebek, tehát vannak bizonyos morális szabályok, vannak bizonyos jogi tényezők, de tulajdonképpen a Bibliában ez másképpen jelenik meg, mégpedig úgy, hogy nem az Isten saját képére és saját morális értékei mentén teremti meg az ember. Érdekes módon ez a teremtés nem írja le részletesen itt a Teremtés könyvében, hanem az egész Bibliát annak szenteli, hogy ezzel kapcsolatban nagyon fontos információkat közöljön az írástudókkal, illetve az emberekkel. Ami még nagyon fontos, az, hogy egy morális értékrendre utal. Tehát az, amit önök ugye a biológia órán úgy tetszenek tanulni, hogy a genetikának nem sok köze lesz ehhez, tulajdonképpen tanult magatartási formákról lesz szó, amikor az ember viselkedéséről tanulnak,
a Bibliában nagyon egyszerűen úgy van leírva, hogy egy morális értékrend szerint teremtődik az ember, ez pedig valójában az Isten hasonlásaként, vagy ahhoz hasonlítható leginkább. Tehát valójában elveiben mindennel foglalkozik az Ószövetség, vagy a Biblia, amit mi úgymond az emberről biológiai ismeretek során tanulnánk. Picit bele kell ásni, picit úgymond nyitottnak kell lenni, mint orvos, én nem vagyok teológus, megmondom őszintén, de nagyon fontosnak találom ezeket az összefüggéseket, és tulajdonképpen amit szeretnék én, mint kutató, ugye biológiát tanuló fiatalokkal, ha nem is elfogadtatni, de valamilyes valamit a látókörükbe hozni, az az, hogy a teremtés elvei, a teremtés tematikája, ez egy biológia, a tankönyv tartalmi jegyzéke mentén nagyon jól érthető. Bizonyos elemeiben sokkal egyértelműbb, sokkal átfogóbb, sokkal globálisabb és sokkal jobban értelmezhető, vagy írott elveket és rendszereket tartalmaz. Viszont az nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy a maga a szövegkörnyezet, tehát maga a szöveg, az egy ősrégi, úgymond vallásos szöveg, ez héber nyelven íródott, amit másolnak nagyon pontosan, precízen betűről, karakterről, karakterre, betűről, betűre, és ezt az információt egy biokémia orvosi olvasatban most, jelenleg, manapság így lehet, így is lehet tárgyalni, mint ahogy most az előadás során ezt erre próbálok utalni. Na most a hatodik nap tulajdonképpen is itt lesz a Bibliának talán az egyik legmeglepőbb számomra, legmeglepőbb eleme, az pedig az, amikor tulajdonképpen egy táplálékláncot ír le a teremtő, vagy írat le a szerkesztő, aki az Ószövetséget szerkesztette, és a következő írja, tulajdonképpen az Isten mindent, amely minden füvet, amely, és minden úgymond növényt és fát és gyümölcsöt, amit teremtett, azt mind az embernek adta, ezt mondja az embernek, nektek adta minden füvet magodhoz, földszínűben is minden fát, rajta van a gyümölcs, amely magodhoz, azt meg lehet enni, úgy van, tehát mindent megehettek, viszont amit ti esztek, azok az állatok, amelyek ugye a föld minden vadjának, minden madának és mindennek, ami a földön mozog, amelyben élő lélek van. Na ez nagyon fontos lesz, mert tulajdonképpen az oxigén felvétele, a biológiai oxidáció, ez a lélegzés, ezt tulajdonképpen a bibliák lélegzésnek fordítják, a katolikus bibliák, a héber nyelven ez tulajdonképpen élő léleknek van leírva, de tulajdonképpen ez oxigénre utal, és ami mozog, tehát aktív mozgást végez, tehát ATP-t szintetizál, effektíve ezeknek a zöld füvet adja eredetet. Miért fontos a zöld fű? Ez a földön a legelterjedtebb igény, ez tulajdonképpen olyan biokémiai funkciókkal rendelkezik, amelyeknek a biokémiája DNS védő hálózatot épít, erről fogunk beszélni, a deutérium csökkentés elvéről lesz szó, és tulajdonképpen ez egy nagyon egyszerű tápláléklánc abból a szempontból, hogy milyen marhát egyébként teszem azt. Tehát valószínű, hogy ahhoz, hogy egészséges társadalmat építsünk, ezeket az elveket nem lehet vihetni. És ezért nagyon fontos, hogy a biológiai ismereteket, vagy a genomikai ismereteket, vagy a gyógyszertani ismereteket úgy alkalmazzák, hogy a teremtés elveit majd, hogy nem szó szerint alkalmazzuk, mert másképp, máskülönben sejtproliferációs, DNS károsodáson alapuló betegségek, nyílt betegségek lesznek, mint például a rákbetegség, teszem azt mondjuk Magyarországon. Ma már tudjuk, hogy Dániában, Norvégiában, Ausztráliában a rák a vezető halálok, és ez valószínűleg oda vezethető vissza, hogy a táplálkozásunkban ezeket a nagyon fontos biokémiai elveket, amelyeket a teremtés könyve leír, azaz megoszt velünk, ezeket nem alkalmazok, nem értjük, nem alkalmazok, vagy gyógyszergyárak, vagy táplálékokat készítő nyelvezet nagy tröztök nem engedik, hogy értsük effektíve. Tehát nagyon fontos az, hogy mi önök, mint biológiát tanuló fiatalok, úgy nézzenek a Bibliára, hogy ennek vannak nagyon fontos alapvető táplálkozástudományi összefüggései, sőt vannak nagyon fontos nemzetgazdasági vagy gazdasági összefüggései, amelyről tulajdonképpen úgy szeretnék említést tenni, hogy egy Kalifornia Egyetemen dolgozó kollégámmal, Jared Diamonddal kapcsolatos ismereteket osztanám meg. Mondok egy történetet erre, ez nagyon érdekes volt, 2002-ben nekünk a Kalifornia Egyetemen mindig kedden délben van egy alakutatói szemináriumunk. És ez a Jared Diamond
kollégám jött előadni, én nem ismertem őt egyébként, én soha nem hallottam előtte róla. Ő effektíve azzal foglalkozik, hogy járja a világot, Pápua-Új-Guineában kutat a legtöbbet, és ő azt kutatja, hogy egy Pápua-Új-Guinea populációban, ahol 20 ezer éves az emberi faj eredete, úgymond, tehát oda vezethető vissza legrégebbi, tehát ott találtak legrégebbi értelmes emberre utaló nyomokat, miért nem úgymond rendelkeznek fejlett társadalmakkal. Tehát miért nincsenek útjaik, miért nincsenek nagy úgymond ipari forradalom, miért nincsenek vasútjaik, egyebek, miért kellett erre várni nekik addig, amíg a fehér ember, úgymond az európai ember oda bevitte ezeket, ezeket az ipari forradalmi találmányokat. Miért nem? Azért nem, mint ahogy ő ezt elmondta abban az előadásban, ahova én el akartam menni, ez délben volt az előadás, ilyesmétlen, mondom, ezt nem hallgatom meg ezt az előadást, egy kolléganőm meggyőzött arról, hogy igenis menjek el, hallgassa meg ezt az előadást, fölött egy diák nem mondott magával, nem mondom, ezért károlt itt valami. És megmondom őszintén, ez volt életem egyik legérdekesebb előadása, amit hallottam, dia nélkül, mert miről beszélt. Ő arról beszélt, hogy tulajdonképpen az emberi civilizáció és az emberi civilizáció hajnalán ahhoz, hogy mi tulajdonképpen fejlett társadalmakat építsünk és egy ipari forradalmat tudjunk úgymond létrehozni, ahhoz ezek az állatok, ezek az úgynevezett nevesített vagy haszonállatok feltétlenül szükségesek. Miért? A tehén vagy a marha az, amelyik füvet legel és képes arra, hogy elhúzza az igát. Tehát ez az egyetlen állatfaj, amely alkalmas arra, hogy egy mezőgazdasági kontextusban, tulajdonképpen városok vagy városkomplexumok jöjjenek létre, ahol az emberek mással foglalkoznak, mint gyűjtögetéssel, halászással és egyéb úgymond nem túl hatékony mezőgazdasági módszerekkel. Ő elmondta azt, hogy valójában, Pápua-Új-Guineában azért nem fejlődött ki úgymond egy összetett gazdasági infrastruktúra, mert nem volt tehén. És ezt nem akartam akkor elhinni neki ott, de valójában igaza volt. A legnagyobb állat Pápua-Új-Guineában még most is a malac. Tehát effektíve nincs olyan állatuk, nem volt olyan igás állatuk, amelyel úgymond meg lehetett volna alapozni azt a, és ez tulajdonképpen az Országos Közoktatási Intézet új pedagógiai szemmel közleménye. Javaslom önöknek, hogyha ezt a könyvet, ennek a szerzőnek ezt a könyvét be tudják szerezni, itt van egyébként a link, ez az előadás föl fog kerülni az internetre, és ezt majd tetszenek tudni követni. Effektíve nagyon pontos és precíz leírást és elvet ad el arról, hogy hogyan jöttek létre a fejlettebb társadalmak, amelyek sajnos most már túlváltottak, tehát effektíve túlfejlettek és túl betegek ahhoz, hogy a Biblia elveit alkalmazva tulajdonképpen egészséges formán, véleményem szerint egészségünk orvos, meg kell mondjam, ez cukorbetegség, elhízás, rákbetegség, sebész kollégának nagyon jól tudja, hogy milyen tulajdonképpen szakmai kihívásoknak, reumatológusok nagyon jól tudják, milyen szakmai kihívásoknak vagyunk ki, téve jelenleg, mint orvosok, ugye betegségeket, amelyek korábban nem is léteztek jóformán, ezeket manapság társadalmi szinten kezeljük, és micsoda pénzeket és micsoda ráfordításokat visznek el gyógyszercégek az egészségbetésből, ezen kezelések, finanszírozása képpen. Tehát itt nagyon komoly problémákat tudnánk megnevezni és tudunk megérteni, hogy nem témája jelenlegi előadásoknak, de azon elvek mentén, amelyekről szó van, tulajdonképpen az ipari forradalom, a úgynevezett haszonállatok szerepe az ipari forradalomban, egy nagyon fontos összefüggés rendszert áll föl, ami a Teremtés könyvében meg van nevezve. Tehát a Bibliában a tehén, a baron, ez egy nagyon fontos, központi, úgymond megnevezett faj, teremtett faj, amelynek megvan a sajátos gazdasági szerepe ahhoz, hogy tulajdonképpen a Teremtésben leírt elvet, hogy hódítsátok meg, töltsétek be a földet, hódítsátok meg, uralkodjatok, egyebek, ezeket nem tudtuk volna, mint emberi faj, mi ezt nem tudtuk volna elérni akkor, hogyha nem ismernénk azokat az elveket, amelyeket a Biblia, vagy nem értünk volna, vagy használtuk volna azokat az elveket, amelyeket úgymond a Biblia megoszt velünk. Most érdekes módon kb. 17 ezer faj van a földön. És csak úgy megkérdezném, hogy önök szerint hány fajt sikerült ezek közül úgymond háziasítani, amelyek használnak. Valakinek valamiféle tippet? Összesen 14. Tehát a teremtésnek nagyon fontos elvé vannak arra vonatkozóan, hogyha
Próbálták például a gazellát háziasítani Afrikában, nem sikerült, mert a gazellának olyan a természete, hogy egyszerűen elpusztul fogságban. Tehát effektíve azok a fajok, amelyek meg lettek teremtve, ezek közül nagyon kevés alkalmasa, és ezeket a Biblia mind meg is nevezi, és azóta se tudtunk többet háziasítani, mint amennyit jóformán a Biblia megnevez. Miért? Mert ezeknek a teremtett természete olyan, hogy nem lehet belőlük használatot. Tehát tulajdonképpen az az ötlet, hogy akkor majd a vadászat gyűjtögetés mentén majd jelentős nagy városokat, úgymond, vagy populációkat hozunk létre, az nem működik. Miért? Ha jelenleg születik mondjuk egy kis tigris, mondjuk San Diego-ba az állatkertbe, az egész világon szenzációképpen megy körbe a hír, mert ugye ezek az állatok fogságban nem szaporodnak. Kolamackóra azért kell vigyázni annyira az állatkertbe, mert effektív ezek fogságban nem szaporodnak. A tehénnel egész más a helyzet, egészen más a dinamikája, egészen másra lett teremtve tulajdonképpen, és kezdettől fogva erre lett teremtve, hogy tulajdonképpen igavonó állat legyen, csak füvet tudja lenni, de el se érje a gyümölcsöt a fán, és effektíve amilyen elvek mentén a Bibliában meg van nevezve, azokat a funkciókat lássa a mai napi tulajdonképpen közöttünk. Na most, ugye, amikor a Biblia elveiről, vagy a teremtés elveiről szól van, akkor tudjuk azt, hogy ezt a úgymond ószövetségi információkört a Deuteronomiumban terjeszti ki a Jóisten, azaz az élet, a biológ, vagy a társadalmi szervezés lényeként a törvények formájában ezt az elvet alkalmazza, hogy a teremtés és az ószövetségben leírt törvényeket, szabályokat újra elmondja a zsidóságnak, és ezzel fejeződik be tulajdonképpen az Ószövetség, ezzel fejeződik be tulajdonképpen a zsidó Biblia, vagy az Ószövetség. Valójában a szövetség, az Ószövetség és az Újszövetség között lévő nagyon fontos összefüggések és átfedéseket is valójában ezen elvek mentén lehet megérteni, amelyekről most is most lesz szó legfőképpen. Miről van szó itt valójában? Furcsa módon, amikor a teremtés második fejezetéhez érünk, akkor azt mondja a teremtő, vagy a szerkesztő, aki a Bibliát kompilálta, azt mondja, hogy állj meg egy pillanat, mert valamit még nem magyaráztam el. És ez egy nagyon érdekes történés a Biblia úgymond gondolatrendszerében, azaz azt mondja a Biblia, hogy nem nőtt semmi, tulajdonképpen semmilyen mezei növény nem volt a Földön, semmilyen mezei fű nem volt még akkor a Földön, amikor megteremtette őket. Miért? Mert nem volt meg hozzá az úgynevezett eső, és nem volt meg hozzá az a szociális gazdasági feltétel, ami mondjuk lehetővé teszi azt, hogy társadalmak jönnek létre, tehát ember sem volt még akkor, aki megmunkálja a Földet. Tekerjünk vissza, azaz, kapcsoljuk be a rewind gombot, tekerjünk vissza a harmadik napra, amikor is a zöld fűt megteremtettem, mert még valamit nem magyaráztam el, és ez pedig arra utal, hogy köd szállott föl a Földről, és megáztatta a Föld egész színét. Azaz, a fű, az öntözéses mezőgazdaság, nem az öntözéses mezőgazdaság lesz a jövő, hanem effektíve a természetes, zöldfűvön legeltetésen alapuló deutérium csökkentő biológiai rendszer. Miért fontos ez? Mert a deutériumnak, amelyiknek a vízben és a fényben rendkívül nagy szerepe van, annak a DNS-ben, a genetikai állományban nagyon komoly károsító hatása van, és ezt most már tudjuk. Tehát effektíve, amikor mi hidrogén hidakat építünk biológiai rendszerekben, ezek a hidrogének, ha deutériumot cserélődnek, ezek nem funkcionálnak biológiának, és ezért a biológiai rendszereket úgy kell felépíteni, hogy a vízellátás, azaz a zöld fű öntözése, az egy deutérium csökkentő lepálási folyamaton keresztül menjen. Tehát a vízben ne épüljön be ez a nehéz hidrogén izotó, ami a fénytermeléshez viszont szükséges. Tehát effektíve a teremtő tudta azt, hogy a biológiai rendszerek csak úgy fognak működni, ha közben beiktat egy deutérium csökkentő mechanizmust, és ez pedig nem más, mint a vízpára, azaz, a deutérium magasabb forráspontja, a deutérium tartalmazó víz magasabb forráspontja és más fizikai tényezői miatt tulajdonképpen egy lepáló rendszert alkalmaz ahhoz, hogy a zöld füvet és azon keresztül beindítsa valójában a Földön az életet, amely tulajdonképpen a deutérium szempontjából azért fontos és azért fontos érteni, mert a hidrogén és a deutérium az elemek közül az egyetlen,
amely jelentős kinetikus izotóp hatása jelentkezik. Miért? Vagy rendelkezik. Miért? Mert a deutérium kétszer nehéz, mint a hidrogén. Tehát effektíve a tömeghatása az kétszer olyan nagy, mint a hidrogénnek, ami a leggyakoribb kémiai kötőelem a biológiai rendszerekben. Tehát a deutériumot ki kell hagyni a biológiai rendszerekből, és tulajdonképpen a deutérium szükséges ahhoz, hogy vizet tudjunk bontani, és fény keletkezzen. Tehát a teremtő tudta azt, hogy ez a biokémiai, biológiai, fizikai rendszer csak úgy fog működni, hogyha a fényt hidrogénből állítja elő, a hidrogént használja a biológiai kötési rendszerekbe, de a deutériumot kihagyja már a biológiai kötési rendszerekből, és erről szól a biológiának, vagy a teremtésnek ez a része, az orvos és a biokémikus olvasatát. Tehát, mint ahogy mondtam, ez valójában az én olvasatom, vagy egy biokémikus orvos olvasata, és tulajdonképpen ezt a fajta információt a Bibliából, hogy a teremtés könyvéből ezen tematika és logika mentén meg lehet érteni és ki lehet szedni. Amit még nagyon fontosnak említeni, és nem akarok a fizikai elvekről beszélni, a hidrogén fizikai elveiről, de annyit hagy említsek meg, hogy a DNS-szában tulajdonképpen ezek a hidrogén hidak, a bázisok között levő hidrogén hidak, ha deutériumra cserélődnek, azaz a marhát nem esővízzel áztatott vagy nevelt zöld fűvel etetjük, hanem adunk neki olyan állatot, amit magas a deutérium tartunk, tehát nem a természetes körülmények között úgymond termeljük a húst, amit fogyasztunk, akkor ez a DNS fog károsodni a beépülő deutérium miatt, és ennek nagyon súlyos népegészségi következményei vannak, amit sajnos a szemünk előtt látunk. Tehát ugye ezek a rákhalázási statisztikák, az elhízással, a cukorbetegséggel kapcsolatos problémák, ezek mind annak az eredményei, és erről most írtunk a Johns Hopkins Egyetemen egy nagyon jó körülményt, ezt majd föl fogom tüntetni az előadás végén, hogy ezt hol érjük el, ezt érdemes megnézni, mert nagyon jól ezek az összefüggések le vannak írva. Tehát valójában, amikor arról lenne szó, hogy tulajdonképpen az embert életre kell, tehát megteremtve minden megvan, de semmi nem működik, semmi nem létezik, mert két elv nem érvényes, az egyik a deutérium csökkentés a fűben, azaz az öntöző rendszerben, deutérium csak a víz lepárlása az öntözéshez, a másik pedig az, hogy tulajdonképpen még az ember sem él, és ahhoz, hogy élőlényé teremtsük, hogy élőlény legyen az emberről, az tulajdonképpen reszuszidálni kell, azaz, és ezt a sebészkarán nagyon jól tudja, tehát effektíve ahhoz, hogy újraéleszünk, vagy feléleszünk valakit, ahhoz a légútjait kell biztosítani először, ezt ma is így csináljuk tulajdonképpen, akár ízik, akár nem. Tulajdonképpen a levegő, az orrba való levegőfolyás, azaz az orrába való éltető lélek belehellése az, amely az életnek, amely tulajdonképpen az életre keltésnek a módja vagy az eszköze. Ha megnézzünk ma egy oxiológia könyvet, és tulajdonképpen azt tanulmányozunk, hogy hogyan lehet úgymond újraéleszteni valakit, akkor azt látjuk, hogy a légútjait kell orron keresztül biztosítani, és oda úgymond oxigént vagy levegőt fújva, mellkas komprimálással tulajdonképpen valakit újra lehetne éleszteni. Tehát valójában a Bibliában, az Ószövetségben leírt élesztési elv az ugyanaz, amit ma használunk az oxiológiában, és ez szó szerint így van leírva, nyilván egy régi héber nyelven, de valójában a lényege az az, hogy ahhoz, hogy mi valakit élőnek tekintsünk, vagy újra éleszünk, ahhoz ezt az oxigén atomot kell bevinni a mitokondriumaiban, ez a légúton keresztül érvényesül, és ezen oxigén eredménye az, hogyha közben szerves anyagot égetünk, és annak a hidrogénjét felhasználjuk, hogy víz keletkezzen, ez az úgynevezett anyagcsere víz, vagy metabolikus víz, ezt önök is termeljük most is, ahogy itt ülünk, ezt a mitokondriumot termeli, mégpedig abból, amit megettünk reggelire. Tehát annak a kajának a hidrogénje, amit megettünk reggelire, az most oxigén, amit belélegzünk, az jelenleg vizet eredményez a testünkön belül, ez az anyagcsere víz, ez a mitokondriumot termelődik, és ha rendes élelmiszer azaz, természetesen legelt marhahúst ettünk, vagy jó disznópolvász reggelire, amit mind legelt, vagy lucernát evett, tehát deutérium csökkentett füvet evett, akkor ez a víz, amit most termelünk a szervezetünkben, ez deutériumnak csökkentett víz, aminek a hidrogénjét bizonyos redukáló enzimrendszerek be fogják vinni a DNS-ünkben. Tehát tulajdonképpen a biológiai lét alapja
a biológiai létezés alapja és a normális genetikai funkcióknak az alapja, az egy deutérium csökkentett víztermelés, ami diétán keresztül viszonyul a szervezetünkbe, abban az esetben, hogy azokat a táplálkozási vonalakat használjuk, amelyről a Biblia említést tesz, és azokat az öntözési elveket használjuk, amelyről a Biblia említést tesz.